A Fidesz-KDNP 2013-ban szavazta meg azt a törvényt, amely szabályozza, hogy a házelnök vagy az üléslevezető elnök miként büntetheti a képviselőket. A szabályozásban a figyelmeztetéstől vagy a szó megvonásától kezdve az ülésről való kivezettetésen, kitiltáson át a magas összegű pénzbírságig terjednek a szankciók. 2013. márciusában büntették meg az első képviselőt. Az akkor még az MSZP-ben politizáló Szanyi Tibor bírságolták meg 131.410 forintra, amiért középső ujját felemelve beintett a Jobbik frakció tagjainak. Ezután Szanyi az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, a testület pedig 1 millió forint kártérítésre kötelezte a magyar államot, mert megsértette a szocialista politikus szabad véleménynyilvánításhoz való jogát. A parlamenti ciklus végére összesen 69 képviselő kapott pénzbírságot, összesen 21,3 millió forintot. A megbüntetett politikusok kivétel nélkül ellenzékiek. A párbeszédes Karácsony Gergelyt és Szilágyi Pétert is megbüntették, mert a trafik törvényről szóló vitában egy Fidesz loptok, csaltok, hazudtok feliratú transzperenst mutattak fel. A két politikus is Strasbourghoz fordult és szintén nyert. 2018-tól szintet léptek a parlamenti büntetések, többségében milliós bírságok röpködtek. A DK-s Vadai Ágnest hangos közbeszólásokért 2 millióra. A Jobbikos Jakab Pétert az Orbán Viktornak vitt zsákrumpli miatt 4,4 millióra, míg a párbeszédes Tordai Bencét Varga Mihály akadályozásáért 8,2 millióra büntették. Jakab kapott még egy 9,6 millió forintos büntetést, amiért kövérre is utalva feltette a kérdést, mi a helyzet a rabszolgatörvénnyel, ficsúrak? 2013 óta 160 esetben bírságolt kövér, csak 10 fideszes kapott büntetést, ami az összes eset mindössze 6%-a. Összegben kifejezve eddig 105,3 millió forinttal bírságolták meg a politikusokat, ebből 500 ezeret kellett kormánypárti politikusoknak befizetniük.